Abu Dőrsi csapatot fogadta a hétvégén a Szeged 2011 Grosics Akadémia az MB2 Merkantil Bank 22. fordulójában. A mérkőzés kezdetekor a fővárosiak két ponttal előzték meg Klaus László tanítványait, akik egy hete szakították meg nyeretlenségi sorozatukat. A Budaörs az utóbbi öt bajnokián csak egyetlen pontot tudott begyűjteni. Az összecsapás első 10 percében még csak kóstolgatta egymást a két csapat. A Szeged-Grosics ívelésekkel próbált nyomást gyakorolni ellenfelére. A 14. percben a Budaörs először szögletből, majd Sajbán révén távolról veszélyeztetett. A 19. minutumban Olá lőtt, de Tulipán hárított. Nem sokkal később Zabari ívelését követően Andorka, majd Berdelőése is a védelmen akadt meg. Pár perc múlva Tóth indította Andorkát, aki a kapu fölé lőtt. A 25. percben megszületett az első gól. Zabari passza Germán és Andorka között Áhim elé került, aki az állva maradt Tulipán mellett a kapuba helyezte a labdát. 3 perccel később megszületett a második szegedi találat. Olá Andorka szabó összjáték után a szabadon kapura törő Királyhoz került a labda, aki Tulipán lábai között helyezett a kapuba. A 32. percben Farkas, egy minutummal később a másik oldalon pedig Sajbán veszélyeztetett. A 39. percben Andorka bűvölte a labdát, de Tulipán és a budaörsi védők résen voltak. Az első félidő végén Csobán kilőtt a kapu fölé. A második félidőben a budaörs kezdett jobban. Csillag fejjel, majd néhány perccel később lábbal is megpróbálta bevenni Szántai kapuját. Az 53. percben az üresen lévő Szabót indították. Lövésébe Hegedűs ért bele. Egy perccel később Olá, és Berde passzát követően Andorka sem tudta a budaörsi kapuba helyezni a labdát. Az 56. percben Berde szabadrugását tolta a kapu fölé Tulipán. A 65. percben ismét a Szeged előtt nyílt lehetőség. Hegedűs szerezte meg a játékszert, majd a kapu felé tört, de tányéros még a lövés előtt utolérte. A 84. percben ismét Hegedűs Martin került helyzetbe, de Hegedűs János feltartóztatta. Két minutumban később pedig Tulipán fogta lövését. A 87. percben Obot, Sajbánt és Ferkót is kicselezve jutott el a kapuig, majd Tulipánt is elfektette. A kapu felé gurított, de Sajbán a gólvonal előtt kivágta a labdát. A hármas hipszóig már nem változott az eredmény. Szeged 2011 Grosics Akadémia, Budaörs 2-0. Az első félidőben sikerült azt a játékot játszanunk, amit szerettünk volna. Hál' Isten, akkor nem alakult ki ez a hektikus játék, hogy itt-ott helyzetek. Ettől függetlenül ugye, helyzetek alapján megérdemelten nyertünk, mert a másik félidőben is voltak zicsereink, de a második félidő annak ellenére, hogy nem is tudom, utolsó 20 percben talán emberelőnyben voltunk, nem sikerült úgy a labdát tartanunk, hogy szerettük volna. Nagyon nehéz értékelni, mert megbeszéltünk valamit, amit borult az első fél időben, ugye, amikor gólt kaptunk. Tehát megint próbáltunk visszajönni a mérkőzésbe, de sajnos nagyon könnyen tudunk gólt kapni, és hetek óta azon dolgozunk, hogy ezt stabilizáljuk. Ezzel nem volt eddig problémánk, sajnos most ez egy elég komoly probléma, és hát reméljük, hogy meg fogjuk oldani közösen.